de nem tudom, hogy már elmondtam-e, vagy nem. Tehát a húsvéti böjtnek a jelentős, a egyik fontos oka. Tehát nyilván régen az emberek télen nem tudtak hozzáérni zöldségfélékhez, ezért nyilván húsételeket, gumósételeket, gyökérételeket ettek, és rizszöldséghez nem tudtak hozzájutni. Azért kell böjtölni, és húst nem enni tavasszal, mert a szervezetből, ugye hát mit szoktunk enni, kétféle anyagot, szerintem ezt elmondtam, legyen elmondva az a biztos. Tehát ugye túl sokféle tápanyag nincs, ugye a vizen kívül ugye van növényi tápanyag és állati tápanyag. Tehát növényeket eszünk és állatokat. Oké, tehát hogyha kettő között kell egy bizonyos egyensúly legyen, és hogyha ez az egyensúly ugye hosszú távon mondjuk télen felborul, mert mondjuk akkor túlnyomó részt csak állati tápanyagot tudunk felvenni, mert nincs friss növényünk, ezért kifogy a szervezetből a növény. Hogyha vegák vagyunk mondjuk, és csak növényeket eszünk, akkor pedig a hús fogy ki a szervezetből, és annak is rettenetes következményei, főleg a zsíroknak, hogy ez kifogy, rettenetes mentális leépültségi következményei vannak, úgyhogy egyáltalán nem jó az egy kényszeredett betegség a vegánizmus, vagyis kényszeredett állapot, ugye már megrothad az embereknek a belibe a hús, akik mondjuk emiatt, van akik mondjuk amiatt nem eszik, mert tisztelik az állatnak a lelkét, ami ugyanolyan, mint az emberé, és ezért nem tudják elfogyasztani, mert úgy érzik, hogy kanibalizmus lenne, ami igaz is, de ugye hát sajnos el van döntve a sorrend, tehát ennünk kell ahhoz, hogy fennmaradjunk. Na mindegy, a lényeg az az, hogy tehát egyik se jó, tehát a vegánizmus se jó, mert ott ugye hiányzik a hús, a normál táplálkozó, a húsevőknél hiányzik a zöldség. Tehát a lényeg az, hogy mivel kell pótoljuk a télen fellépő, fokozatosan fellépő, mint mondjuk a skorbut, ahogy fellépett a hajósoknál a pár hónap elteltével, ugyanúgy fellép egy ilyen zöldséghiány, friss zöldséghiány a szervezetbe, ami ugye az egyik része a tápanyagunknak, ugye a növényi tápanyag rész az pang, és ezáltal kell pótoljuk, viszont olyannyira kifogy, ez a 3 hónap vagy 4 hónap tél, ami ugye van, ez annyira kifogyasztja a szervezetből, hogy megszólalnak a vészcsengők a szervezetbe, ezért a tavaszi fáradtság is, ezért is. És emiatt nagyon-nagyon sok zöldséget kéne fogyasszunk, hogy hirtelen pótoljuk. Tehát egy nagy dózisba kéne, hát dózadeáták, tehát egy támadási dózisba kéne ugye adagolni a zöldséget. Viszont tudjuk azt, hogy egy, hogy régen nem volt annyi jeleség, tehát eleve nem volt rá lehetőség, hogy mondjuk ha ettél elég húst, akkor még egy elég zöldséget is menni, és plusz, hogy az emésztőrendszernek is van egy bizonyos kapacitása. Tehát pont ugyanaz, ami betegség most tombol a mai világ, hogy az ember édességen él, és akkor az elveszi az étvágyát a többi hasznos ételtől, és így hiánybetegség lép fel, és nem egy anyagnak a hiánya, hanem az összes többinek a hiánya, ilyen összhiánybetegség. Ezért nagyon gyorsan, nagyon nagy mennyiségben kéne fogyasszon az ember zöldséget, viszont ahhoz, hogy egyáltalán étvágya legyen a zöldségfogyasztásra, ahhoz el kell venni a gyerektől is a csokit, hogy egye a főzeléket, meg a húst, a normál embertől pedig el kell venni a húst, mert a normál ember nem csokival meg édességgel tömi magát, neki a non plus ultrája a tápanyagoknak az elitje az a hús, és a hús minél jobb minőségű hús, és a hús is ugye szaturálja, tehát elveszi az étvágyát a zöldségre. És csak úgy tudja azt a nagy zöldségdózist bevinni a szervezetbe, amire szüksége van, amit már mondtam, ugye hát az emergency-ben megszólalt vészharangoknak a következtébe, hogy minden más tápanyag forrást kizár, és csak azt viszi be, ami hiány felhalmozódott. És ez azt jelenti, hogy ugye a kétféle tápanyagból, ugye nyilván, hogyha növényi tápanyagot kell legyen, akkor az összes állati tápanyagot kizárja a szervezetéből, hogy az összes táplálkozási esemény folyamán, tehát a táplálkozási alkalommal a nap folyamán, tehát reggel, délbe, este, amikor mondjuk eltne húst, ne húst tegyen, hanem rá legyen készítve, hogy akkor már kínjában megegye azt a zöldséget helyette, a hús helyett, és ezáltal sokkal nagyobb dózisú zöldséget tud bevenni. Egy egyszerű példával jövve, hangsúlyozom, ezt csak egy a példaképpen mondom, mert biztos, hogy nem 50-50%, nem fele-fele az arány az egészséges, tehát növény és állati tápanyag elfogyasztási egyensúlyban. De mondjuk, ha úgy lenne az arány ideális esetben, idealizált, bocsánat, nem ez az ideális, az ideális az, ahogy a valóságban van.
egy idealizált, egy könnyített esetben, tehát hogyha 50-50%-ba kéne legyen ez a tápanyag megosztás, akkor azt tudnám mondani, hogy ahhoz, hogy mondjuk egy 80%-ot tudjon pót bevinni, akkor nyilván 20% fele kell vigye a másiknak a részét, és mert egyszerűen nincs meg a napi lehetőség, hogy több ételt elfogyasszon a szervezet, mert ha túl sokat fogyaszt el, akkor ott már kárba vész az étel, és akkor ugye, tehát ez egy rossz dolog, igen, nem is volt a lehetőség, hogy kárba menjem, nem volt annyi. Úgyhogy az ember kénytelen kiéheztetni magát a finomságtól, ami a hús, azért, hogy a hús helyett is kínjába, éhségibe be tudja vinni azt a mennyiségű zöldséget, amire szüksége van a szervezetnek, hogy feltöltődjön. Viszont mikor bevitte, akkor húsvét után sok húst is kell legyen, mert akkor ellenkezőleg borulna fel, tehát akkor mindig vagy ide borulna, vagy oda borulna. Mindegy, a lényeg az, hogy egy évszak van, ami a legnehezebb, az a téli évszak mindenképpen. Tehát ezt az egy évszakot kell egy ilyen kipendítésével a húrnak, megpendítésével, vagy az ingának a kilengetésével pótolni. Tehát egy kilengés van megengedve, ugye a téli kilengés a hús irányba, azt egy tavaszi kilengés a zöldségek irányába állítja vissza az egyensúlyt. Tehát ilyen egyszerű, tehát akkor még egyszer összefoglalva, az a lényeg az egészben egy mondatban, hogy azért nem szabad húst tenni, hogy kínunkba megjön az étvágyunk elég mennyiségű zöldség fogyasztására, ahhoz, hogy pótoljuk a hiányt, megfelelő sebességgel tudjuk pótolni a hiányt, a zöldség hiányt, ami télen lépett fel, a friss zöldség hiányt. Tehát magyarul azért nem szabad, nem azért nem szabad húst tenni, mert a hús káros étel, a hús tavasszal sem káros étel. Jó, van egy olyan, hogy ki kell takarodjanak az ilyen rothadó darabkák a bélből, oké, rendben van, ez is igaz, de ez csak egy mellékes szempont. Egy másodlagos szempont. Az elsődleges szempont az az, hogy a hús nagyon egészséges étel, de kénytelen vagy mellőzni a húst azért, hogy megjöjjön az étvágyad a kevésbé ízletes zöldségek iránt. És tudjad őket bevinni olyan mennyiségbe, amit nem lehetne egy normál hús-zöldség arányban pótolni. Tehát ha normál szintre állnánk vissza, hogy amennyi 50-50% mondjuk hogy a hús meg a zöldség, akkor nem tudna pótlódni, mert a hiány akkor is meg lenne, valamennyi szint megnövelődne a zöldség szempontjából, de mivel nincs az inga ellenkező irányba is kirendítve, ezért nem fog beállni sose az egyensúly. Tehát egy kilengést mindig egy ellenkező irányú kilengéssel tudunk pótolni. Ha a kilengés helyett egyből rátérünk a helyes táplálkozásra, az nem fogja pótolni a kilengést, ott mindig egy imbalansz lesz. Tehát valahogy feljebb vagy lejjebb fog eltolódni, és az fog kontinuálni, tehát hosszú távon folytatódni. Ezért, ha kibillent az egyik irányba, akkor át kell billenteni a másik irányba, a másik végletbe kell átcsapni, és aztán visszaállni a rendes egyensúlyos táplálkozásra.